Szabadai Viktor és Barkóczi Balázs a vendégeink. Jó reggelt kívánunk, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Néha ilyen kis színes hírrel szoktuk kezdeni, amikor beköszönünk itt a pultnál. Elfelejtettem azt a kis színes hírt bedobni, pedig lett volna talán értelme, hogy ugye milyen sokunkat lehet, hogy lázba hozta az, hogy a miniszterelnök úr tegnap posztolt egyet. Egy traktoron ül, emlékeim szerint, és úgy ott az akadémia, a Felcsúti Akadémia előtt ül a traktoron, és akkor kérje, hogy egy kis délutáni fusit mindenkihez, vagy mindenkinek kell érteni mindenhez, ugye? Körülbelül ez óriási, én nem láttam. Nem láttam? Nem. Igen. Nem, de hogyha lemaradt róla szerkesztő. Önök mit posztolnának ki? Lemaradt róla szerkesztő az, hogy akkor Lukasenkának és Kim Jong-unnak vannak hasonló fotói, úgyhogy az ő Facebook oldalukon is lehet nyugodtan szemezgetni belőle. Illetve hát jó lenne, hogyha nem csak a Felcsúti Futballakadémia, hanem mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia is fontos lenne a miniszterelnök úrnak, hiszen tőlük pont most vonnak meg támogatást Palkovics minisztériuma, amiért Frany Tamás és az akadémikusok ugye már tiltakoztak is. Én nem bánnám, hogyha nem értene ennyire mindenhez, és néha szakértőket is engedne a döntésekbe bevonni, hallgatna másokra is. Én úgy látom, hogy most nem ezt az időt éljük, hát ugye ami a kulturális területen történik, a bevezetőben is hallhattuk, az nem ezt mutatja, hogy nagyon adnának a szakértői véleményekre, mondjuk. Mire gondol? Hát ugye beszéltük azt is Robival itt a beköszönben, hogy majd a nem ez a témánk, de hogy a színművészeti konkrétan, ami a Színházi és Filmművészeti Egyetemmel történik, ugye itt én azt látom, hogy mind a magyarországi szakértői kör, mind a külföldi, nemzetközi szakértői kör véleménye teljes negligálás alatt van, és csak egy irány az, ami elfogadható most a kormányzat részére. Senkit és semmit nem hallanak meg, ami mondjuk eltérne az ő véleményüktől. Látják ennek a végét? Ugye szoktunk arról beszélgetni, hogy mi lehet ennek a patthelyzetnek a vége? Már így egymás köz stúdión kívül. Mi lehet ennek a vége? Hát ezt nehéz volna, én nem megjósolni ebből a székből. Egyébként csatlakozó szerkesztő úr kérdéséhez, igen, akartam színész lenni kamaszkoromban, elég nagyon sokáig. Komolyra fordítva a szót, azt hiszem féltem attól, hogy talán kiderül, hogy nem vagyok elég tehetséges, aztán tanárember lettem, ami ugye szakmában nem áll annyira messze, tehát ő is minden nap szerepel egy nagyobb grénum, de sokkal hálásabb közönség előtt, én úgy gondolom. Na de visszakanyarodva a témára, ezt pont tegnap előtt itt voltam önöknél a Naphíre című műsorban, és elmondtam, hogy úgy látszik, hogy, és itt hadd korrigáljam magam, mert hogy nem támogatást vonnak el ugye Palkovicsek, hanem bele szeretnének szólni abban a pályáztatási rendszerben, ami az MTA-nak, mint független és autonóm szervnek a sajátja. Hát úgy látszik, ez a rendszer lényege. Az elmúlt 10 évben nagyon sok példát láthattunk már erre, hogy megpróbálnak megszállni egy-egy ilyen autonóm közösséget, hogyha ez nem sikerül, akkor azoknak a vezetőit karaktergyilkossággal, fenyegetéssel a többi megpróbálják jobb belátásra bírni. Az minden esetre biztató, hogy a diákok már egy hete kitartanak, az pláne biztató, hogy egészen nagy nevek, tehát egy Salman Rushdie áll ki az SFE hallgatói mellett. Oscar díjas színészek. Így van, Oscar díjas színészek, különböző színházi kompániák, egész Európában és a tengeren túl. És ugye azt is láthattuk már az elmúlt 10 évben azért, hogyha van egy nagyobb társadalmi nyomás, és felhoztam ezt is példaként tegnap előtt, hogy mint például a netadó kapcsán, mint például most a postások keresetkiegészítése kapcsán, akik ugye nem azt a pénzt kapták meg, amit beígért nekik a kormányzat, és nem akkor, de a sztrájkjuk, a tiltakozásuk hatására mégis történt egyfajta elmozdulás. Remélem, lesz annyi belátás és bölcsesség a kormányzatban, bár az elmúlt 10 évben ezzel nem kényeztettek el minket, hogy belátják, hogy itt már nem is az egyetem sorsáról van szó, hanem egész Magyarországról van szó. Tehát aki megszállja a Színház és Filmművészeti Egyetemet, oda helyez egy illegitim kuratóriumot, ahogy a hallgatók is megmondták, az nyilvánvalóan a magyar kulturális életet akarja megszállni. Hát el tudja képzelni, bocsánat, hogy visszavonulót fúj ebből a kormány, ebből a helyzetből? Nagyon nagy arcvesztés lenne ez nekik, de nyilvánvalóan a patthelyzet pedig senkinek sem jó, a diákok pedig reményem szerint ki fognak tartani. Én azt gondolom, hogy kénytelen lesz. Tehát nem tud működni a teátrum világa úgy, ahogy most működik. Ugye feljutottak mindent, egy háborús övezetté vált sajnos. Ez csak nem tud így működni? Csak akkor tud működni, lehet, hogyha hogy szabad. Lesz, hogy egy alternatív egyetem, vagy egy alternatív főiskola, vagy... Ismerjük, évszázadok óta ismerjük, hogy akkor működik jól, hogyha szabad és független.
minden más esetben egy torzó, egy működésképtelen, elfogadhatatlan és élvezhetetlen valamit kapunk minden rendszerben. Sajtóra is mondták ezt, 10-11-ben. Én nem gondolom, hogy az minta kell, hogy legyen például, hogy hogyan működött a Rákosi rendszerben a kultúra, a színházi kultúra. De akkor önök tulajdonképpen sok-sok emberrel együtt úgy látják, hogy ez egy politikai ügy. Tehát nem a művészeti ügynek, vagy a művészetnek tulajdonképpen a korrekciójáról van szó, hogy milyen típusú oktatás menjen a jövőben mondjuk az egyetemen, hanem ez egy politikai ügy? Hát természetesen, és a Szvidnyánszky Attila és a kulturális kormányzat teszi politikai ügyé. Ugye Szabó Kimmel Tamás tudom ismét csak idézni, hogy nincs olyan, hogy jobboldali vagy baloldali színház. Ezek értelmezhetetlen szó összetételek. Jó színház van és rossz színház van. Eközül a kettő közül lehet választani, hogyha valaki politikai szándékból meg akarja szállni a kultúrát, akkor viszont számolnia kell azzal, hogy óhatatlanul rossz színházat fog csinálni, és hogy utaljak vissza szerkesztőasszonyra is, egy alternatív egyetem, de ugye az egyetem az nem csak tantermek sokasága. Az egyetem az infrastruktúra, az egyetem az hagyomány, az egyetem az autonómia, szabadság, és még hosszan sorolhatnánk, tehát el lehet játszani ilyenekkel. Azt hiszem, hogy a megszállt sajtóorgánumok kell, hogy példa legyen itt. Nem lett másik origó, lett ugyanaz az origó, egy színvonaltalan. Nem lett másik index, most maradt ugyanaz az index, illetve a kivált szerkesztők ugye létrehoztak egy új honlapot, egy új portált, de hát majd meglátjuk, eddig az index sem kényeztetett el minket a színvonalával már ez az új fajta. Menjünk. Igen, menjünk tovább, akkor most beszéljünk az egészségügy helyzetéről a koronavírus apropóján, van ezzel kapcsolatosan egy összefoglaló anyagunk, és akkor utána itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést. Néhány mentő ugyan leparkolt, a munkatársak többsége azonban minden bizonnyal most is az utakat rója. Munka akadt bőven, főleg miután a mintavételezés is a mentősökre szakadt a járvány alatt. A világgazdaság szerint akkora teher rajtuk, hogy már a koronavírus gyanús személyektől sem tudják 24 órán belül levenni a mintát. Az infektológus szerint is nagy szükség lenne a mentősök tehermentesítésére. Ebben a kórház előtt felállított mobil sátrak is segíthetnének. Egyre több szakember szorgalmazza az állami szűrések kiterjesztését. Grafikánkon jól látható, a több tesztelés jellemzően több fertőzöttet mutat ki. Ezt támasztja alá az is, hogy szeptember 7-én több mint 11 ezer mintavétel történt, és rekordszámú 576 pozitív esetet szűrtek ki. Közben a volt tiszti főorvos azt mondta, a berobbanás küszöbén van az ország. A találkozások betiltásán túl Falus Ferenc mindenkit arra biztat, hogy csak a szükséges esetekben mozduljon ki otthonról. Az utóbbi napokban gyakorlatilag több mint 50%-kal megnőtt a kórházba került betegeknek a száma, ami összességében, mint szám, jelentéktelen. De tendenciájában nagyon jól mutatja, hogy nagy a baj. Ugye már hónapokkal ezelőtt szakemberek is elmondták azt, hogy ősszel, nem csak Magyarországon, hanem az egész világot érintő módon, hogy ugye ősszel várható a második hullám. Kellően felkészült Magyarország és a kormány az intézkedésekre? Hát, hogyha azt nézzük, hogy pont most a második hullám berobbanásának a küszöbén nőtt meg a COVID-tesztek kiértékelésének az ideje 4 napra, és gondoljunk bele, hogy ugye ahhoz, hogy tünetmentesen nyilvánítsanak valakit, 48 órán belül elvégzendő 2 negatív tesztre lenne szükség. Ez ma már lehetetlenség Magyarországon. Ráadásul, hogyha hozzáveszünk a kontaktkutatást is, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen lassan már házi karanténra sincs szükség, nem lehet kiváltani a házi karantént 2 negatív teszttel, ugyanis nem nőtt a tesztkapacitás, ami azért borzasztó, mert volt rá egy egész nyaruk, hogy ezt megoldják, ezt a problémát. Tehát de sok tesztet kell csinálni most, annyit, hogy nem bírják. Nem bírják a mentők, tehát nem bírják kiszolgálni. Igen, de amikor a virológusok, elnézést, infektológusok folyamatosan azt mondják az első hullám közepén, hogy vigyázzunk, mert majd jön a második hullám, és ugye itt hagyoszlassunk el egy félreértés, van egy ilyen városi legenda, hogy a vírus nyári szabadságra ment, nem ment nyári szabadságra, exponenciálisan nőtt a fertőzöttek, a megbetegedők száma. Most augusztus 20-a után történt egy robbanás, ugye, amikor hazaértek az emberek a nyaralásból, többet tudtak tesztelni. Egyébként pedig a kormányzati tájékoztatás még mindig nagyon színvonaltalan, ezt láthattuk tavasszal is, amikor az operatív törzs kiállt, és tulajdonképpen napról napra nem mondtak semmit azon kívül, hogy mossuk meg a tojást, meg a gyerekek a nyúnyukát tegyék el, vagy nem tudom mit csináljanak. Még mindig nincs vírus térképünk, mindig nem tudjuk a gócpontokat, ez pedig a védekezés szempontjából alapvető lenne. Csak a megyei adatokat tudjuk. Egyébként a Barkóczi Balázs kiadott egy közlemény, bocsánat, még egy kérdésemhez, hogy összeomolhat az egész tesztelési rendszer. Az mit jelent? Mikor omlik össze?
Az már nem összeomlás, hogyha mondjuk egy nap alatt kellene eredmény, vagy két nap alatt, de négy nap alatt kap valaki, vagy annyi alatt sem? Most nézze meg, szerkesztő azt mondja, ugye a mai adatokat még nem tudjuk. Hétfőn volt egy történelmi csúcs, több mint 570 regisztrált esettel, most ez tegnap visszaesett 300-ra. Miért? Mert 5 nagy tesztlabor van az országban, és abból 2 hétvégén zárva van, úgyhogy most várhatjuk a mai adatokat, de hogyha 570, most úgy látjuk, hogy napról napra egyre inkább csúcsot döntünk, és mondok még valamit, ugye nem csak a tesztelés fog összeomlani, hanem azt látjuk, hogy beszereztek méregdrágán, jóval a piaci ár fölött lélegeztető gépeket, mint egy 16 ezeret, amit azóta is porosodnak, de ember nincs, aki azokat működtet tudja, ugyanis még mindig nem tették rendbe az egészségügyet, az orvosok, ápolók nagy része külföldre menekült a kormány egészségpolitikája elől, úgyhogy teljesen felkészületlenül várja Magyarország ezt a második hullámot. Beszéltünk néhány másodperc erejéig, vagy a beköszönéseknek ugye az elővárosi közlekedésről, igen, hogy ott megfelelőek a körülmények, kell-e szigorítani, kell-e jobban büntetni azokat esetleg, akik nem viselnének maszkot ezzel kapcsolatosan, az önök álláspontja valami hasonló. Igen, ugye, hát ugye az agglomerációban naponta iskolaidőben, hétköznaponként azért 100 000-es nagyságrendben érkeznek be emberek, és ezek többsége valamilyen tömegközlekedési eszközzel érkezik. Itt jellemzően a HÉV és a MÁV az, ami a legtöbb utas szállítja be. Nem új keletű a probléma, hogy erről már szó is volt, tehát pontosan tudtuk már a pandémia előtt is, hogy melyek azok a vonalak ebből a tucatnyi agglomerációs vonalból, ahol a legnagyobb zsúfoltság van, és mely időszakokban. Ez februárban is pontosan úgy tudtuk, ahogy mi lesz majd szeptemberben. Ennek ellenére nem történt előrelépés, ahogy azt láttuk. Ugye a szeptember első hetében azt tapasztaltuk, hogy olyannyira zsúfoltak voltak ezek a járatok, hogy nemhogy a másfél méteres távolságot nem lehetett tartani, hanem a 15 cm-es távolságot sem lehetett tartani. Ezt azért merem kijelenteni, mert több utas panaszt is ismerünk. Volt olyan, hogy például a Nagykátai vonalon ne kellett állítani a vonatot, le kellett szállítani egy lányt, aki rosszul lett, nem kapott levegőt egyszerűen a zsúfoltság miatt. Én azt gondolom, hogy ez elképesztő felelőtlenség a MÁV vezetői részéről, és egyébként a minisztérium vezetői részéről is, akik pontosan tudták, hogy a szeptember elérkezik, akkor az utas kapacitás nőni fog. Ennek ellenére az elmúlt 6 hónapban MÁV vonalon nem hallottunk semmi másról, csak hogy hány ezer évre kell éppen titkosítani a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a szerződéseit, és akkor ezzel a kormányzati kommunikációban le volt tudva a MÁV. Mit kellene csinálni? Akár MÁV, akár a HÉV vonalakon? Igen, ugye amit elhangzott, teljesen ugye adja magát, hogy akkor sűríteni kell a járatokat. Szerelvényeket nem lehet a végtelenség hosszabbítani, hiszen nem férnek be mondjuk az adott állomásra, vagy nem tudnak úgy beállni a peronra, hogy biztonsággal leszálljanak róla az utasok. A sűrítés pedig, hát tudjuk, hogy ugye egy menetrendet összerakni, az nem csak annyi, hogy több vonatot indítok, ott nagyon sok ember, nagyon sok helyszínen összehangolt munkája kell, hogy ez biztonsággal működjön. De mondjuk ez a múlt héten történt már, amikor kiderült, hogy óriási a baj, tehát a MÁV vezetésnek lett volna ideje a menetrend változtatás kidolgozásán egy hete, nem történt még meg. Én azt gondolom, hogy ez kell az elsődleges lépés legyen, a sűrítés, a járat sűrítés, és meggyőződésünk, hogy mindaddig, amíg nem biztos, nem garantálható ebben a járványveszélyes helyzetben az embereknek a biztonsága, egyszerűen nem szabad felengedni több embert ezekre a járatokra, mert hogy ugye maszkban kell utazni, mint ahogy BKV járatain is, itt is maszkban kell utazni. Ha összezsúfoljuk az embereket, nemhogy levegőt, maszkban még inkább nem kapnak levegőt, és ugye ebben a járvány veszélyben az egymásra zsúfolt emberek óriási fertőzés veszélyt jelentenek. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogyha nem engedünk fel több utast, mint amennyi biztonsággal utazhat ezeken a járatokon, akkor a kártérítési felelősség egyértelműen a MÁV-ot terheli, aki nem ér be iskolába, munkahelyére időben, a MÁV miatt, nyilván a MÁV-hoz kell forduljon kártérítésért, hiszen a MÁV nem oldotta meg a feladatát, a MÁV felelőssége a kialakult helyzet, mindaddig, amíg ez a helyzet nem oldódik meg, utasok biztonság. Ugye a MÁV egyébként azt mondja, hogy nem kell távolságot tartanunk, szerintünk meg kell. Bocsánat, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, amiről nagyon sokat beszéltünk az első hullám idején. Ugye az összes ellenzéki politikus azt mondta, hogy tulajdonképpen a hazai egészségügyi rendszer megrodjant, összeomlott ugye a koronavírus miatt, mert hogy nem győzik az orvosok, nem győzik az osztályok, nem győzik a kórházak, ágyakat kellett felszabadítani, stb. Mit látnak most?
Mert ugye a sajtóban, vagy valahogy a hírekben az ember nem hallja azt, hogy bár ugye a fertőzötteknek a száma jóval magasabb, mint az első hullámnál, olyan, mintha az egészségügy mégis bírná a strapát, ugyanis nem látjuk, nem halljuk azokat a híreket, hogy nem tudom én, a kórházi osztályok megteltek volna, kint a folyosón fekszenek ugye a betegek, mint nagyon sokszor láttunk ugye külföldről más fejlettebb országokból. Még. Reméljük, hogy így is marad. Hát azért aztán felejtsük el, hogy még mindig csak a második hullám elején tartunk, tehát ugye azt a felvezetőben is elmondta Falus Ferenc, hogy valószínűleg még csak ezután fog bekövetkezni ez a robbanás. Egyébként pedig én úgy látom, hogy kezd kialakulni egyfajta, ez egyik oldalon egyfajta vírusszkepticizmus, hogy nincs is ez a vírus, elment nyári szabadságra, stb. Másik oldalról pedig egy vírusfatalizmus, hogy tulajdonképpen ezt mindenki el fogja kapni, és nincs mit tenni. A politikában egységes úgy, a közbeszéd? A politikai közbeszéd? Igen. Ebben egységes? Mire gondol most konkrétan? Hát arra, hogy most azt kommunikálja mindenki, hogy már pedig a vírus létezik, vagy azt, amit ugye ön is mond, hogy vannak szkeptikusok? Én ezt több helyen elmondtam, szerintem egy ilyen vírushelyzetben, amit infektológusok, virológusok mondanak, azt azért illik komolyan venni mindenkinek. Tehát én nem vindikálnám magamnak a jogot, hogy ebben állást foglaljak. Egyébként, hogy a kérdésre is válaszoljak, nem látok érdemi változást a tavaszihoz képest, tehát szerintem az egészség ugye ugyanott tart, és ugyanolyan felkészültséggel, vagy ugyanolyan kivéreztetett módon várja most ezt a második hullámot. A kormány azt mondja, hogy nem, mert vettek, mennyi van, 16 000 lélegeztetőgép, sok ember nincs, ahogy előbb mondtam. Az egészségügyben dolgozóknak a megfeszített munkája és a már kialakult tapasztalati alapon kialakult rutinja, hogy hogyan kell ezeket a helyzeteket kezelni, szerintem sokat segít, az ott dolgok, és ez mindenképpen elismerést érdemel, hogy egyébként azok, akik ezeket a munkákat napi szinten végzik, azok képesek fenntartani még ezt a rendszert ezek a hiányosságok ellenére is. Tehát azt gondolom, hogy ez az, ami igazából összetartja most még működőképessé ezt a rendszert. Uraim, köszönjük, hogy köszönjük. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.